Szeretettel köszöntjük a Patmos Café nézőit, hallgatóit. Itt a stúdióban Márkus Attila műsorvezető társammal. Szerbusz Attila! Szerbusz Katalin, szép napot kívánok neked, üdvözöllek! És most szülői minőségünkben folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen egy olyan könyvről lesz szó, ami a gyerekeinkről szól, és ezért szülők az olvasók is nyilvánvalóan. Az első, aki itt van velünk a stúdióban, Tóth Dóri. Szia Dóri! Sziasztok, köszöntöm! Szervusz Dóri! És van velünk a vonalban egy másik szülőtárs, Sárközi Gyuri. Szervusz Gyuri! Szervusztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat én is! Nyilván az, hogy telefonban vagy, ez nem ad felmentést arra, hogy ugyanolyan sokat beszélj, mintha itt lennél, mert szeretnénk azt érezni, hogy ez egy közös beszélgetés lesz. A közös nevező pedig Jody Bent könyve, Imádkozz Isten igéjével a gyermekeidért. Gyuri, akkor át is adom neked a szót, amikor elolvastad ezt a címet, rögtön lekaptad a Patmos pultról, vagy kerülgetni kellett, vagy ajánlásra vetted meg? Hát egész őszintén ajánlásra vettem meg, de nem tudtam, hogy ennyire izgalmas és ennyi minden tartalom lesz majd számunkra benne. Tehát nem azért, mert bizalmatlan vagyok, sőt a Patmos könyvekkel igenis, hogy nagy bizalmam van, de sokkal nagyobb áldás jelentett, mint gondoltam. Akkor lehet, hogy ez igazolja a Patmos Café műsorunknak a létjogosultságát, mert kell az ajánlás, nem Attila? Abszolút. Én is úgy gondolom, hogy sokszor elmegyünk úgy könyvek mellett, de erre jó példa volt a Kaja, amit az előbb említette a Gyuri a Lájka Jokosant, hogy nem mindig értjük a borítóról, a címéről azt, hogy mi a tartalom, és hogyha valaki, aki ezt látta, olvasta, beszélt róla neked, akkor olyan dolgokat is kibont, ami kiderül, hogy téged érdekel. Igen. Most nyilván ezek a könyvek olyanok, ami biztos, hogy mindenkit érdekel, de hát azért helyenként szelektálunk, mert az időnk, meg energiánk azért véges, ott a Biblia, ami elsődleges, persze akkor elgondolkodunk rajta, hogy melyik legyen a könyv, és így kiesnek sokszor könyvek a Pixisből, de szerintem ezért jó, hogyha olyan emberekre róla hallgatunk, figyelünk, akik olvasták, tudnak hitelesen róla beszélni, mert az akkor esetleg minket is indít arra, hogy fogjuk meg ezt, és kicsit olvassák másoknak, meg elolvassuk egymásnak. Dóri, téged mi fogott meg, mert azért ugye itt látjuk, hogy ez egy szép romantikus borító. Nekünk talán jobban való, szerinted? Engem, amikor először megjelent, azonnal megfogott a könyv, tehát arra gondoltam, hogy én ezt biztos, hogy meg elfogom, és el is kezdtem akkor olvasni. Mindig is az igével való imádkozás, a megvallás az fontos része volt így az ima életemnek. Különösen a gyerekszületés után, nem rögtön abban a pillanatban, hanem mondjuk az első nehézség után jött az, hogy igéket kezdtem el kigyűjteni a gyerekekre, mert arra gondoltam, hogy valószínűleg ez az, ami engem ki fog ebből segíteni, majd később szívesen is mondom ezt a bizonyságot. Minden esetre akkor, amikor megjelent, elkezdtem olvasni, és rájöttem arra, hogy annál sokkal nagyobb perspektívája van a könyvnek, mint amit én eddig gondoltam az igéről, mert én úgy gyűjtögettem ki a gyerekekről szóló igéket, hogy a csemetéink, a mag, a lányaim, fiaim, tehát ezekről az igékről imádkoztam, de a könyv az gyakorlatilag azt mondja, és egyébként nagyon jó könyv, tehát szeretném én is így mondani, hogy nagyon-nagyon jó könyv, hogy nem csak ezekkel az igékkel, hanem minden igével lehet imádkozni a gyerekekért. Tehát nem azt ajánlja, hogy ne olvassuk az igét, hanem imádkozzunk az igével. És bármiről van szó, például, mit tudom én, a János leveléből, a szeretett barátom, akkor szeretett XY gyermekem, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgot. Tehát, vagy a mi atyánkban, hogy ne vigy minket a kísértésbe, hogy ne vidd XY-t a kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Tehát, de ez csak kettő, amit így kiemelek, hanem és minden egyes igét, amit ő is felsorol, tehát rengeteg igét ad amellé, amit mond, tehát alátámaszt és segít is abban, hogy tudjunk sok igével imádkozni, egy új gondolkodásmódot is magunkévá tudunk tenni. Az hogy igéről. Így van, tehát teljesen meg tudja újítani gyakorlatilag az imádkozással való kapcsolatot, és az igével való kapcsolatot is. Őszintén megmondom, én például már ajánlottam ezt a könyvet olyan valakinek is, akinek nincs is gyermeke, egyedülálló, egészségügyi nehézséggel küzd, hogy
magáévá tegye ezt a látást, hogy az ige milyen fantasztikus és milyen hatalmas, mert ugye ez egy kétélű dolog, hogy bennünket is formál, illetve aki küldjük, akkor nem tér hozzánk vissza üresen. Ezért olyan területekre is nyugodtan ki lehet küldeni, ami bármilyen az életünknek, nem csak a gyerekekre vonatkozóan. Tehát mindenképpen az egészségi állapot. Így van, mindenképpen egy teljesen egész, tehát látást megújító könyv szerintem. Szerintem mielőtt elfelejtjük ezt a bizonságot, én szívesen meghallgatom. Jó, az egyik gyermekünk, amikor nem tudom, olyan másfél-két éves lehetett, akkor ilyen különböző tüneteket produkált, és elvittük orvoshoz, és mondta az orvos, hogy hogyha ez így nem múlik el, esetleg még egy-két tünet hozzá jön, így az idő folyamán, akkor elképzelhető, hogy törpe növésű lesz. És ugye ez nagyon megrázó volt, hogy gyönyörű, szép kislány, nagyon kedves, aranyos szellem volt így benne, mai napig is tényleg egy nagyon kedves, aranyos lány, és szóval úgy meglepődtünk, hogy hát ez hogy lehet, és akkor azonnal, tehát mondom, hogy nem amikor megszülettek, kezdtem el kigyűjteni a gyerekekkel kapcsolatos igéket, hanem ebben az esetben azonnal úgy éreztem, hogy nincs más megoldás, mert azon kívül, hogy imádkoztunk, azt is éreztem, hogy nekem is egy nagyon nagy pluszra van szükségem ahhoz, hogy ezen túlmenjünk. Tehát, hogy én magamat is fel akartam egy kicsit tuningolni, hogy higgyek abban, hogy ez nem így lesz, meg nem, amit az orvos mondott. És akkor minden alkalommal, amikor így napközben, ugye akkor sokat voltam otthon, tehát gyakorlatilag csak otthon voltam velük, és így ránéztem a kislányra, és akkor időről időre egy összeszűkült így a gyomrom, meg azért úgy rossz érzésem volt, amikor ez úgy eszembe jutott, és elhatároztam, hogy mindig az igéket fogom kimondani ezzel kapcsolatosan, hogy olyanok lesznek, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok, meg áldott az én méhemnek gyümölcs. Szóval nagyon sok ilyen mindenféle igét, és kértem is az urat, hogy de még pluszba adjon külön. Tehát nem úgymond nem elég, amit én magam, mert arra gondoltam, hogy valami olyan kéne, amit így ő ad. Tehát nyilván az ige is ilyen. Na mindegy, csak hogy Isten tiszteleten kaptunk is az Ézsaiás 44-ből pont olvasott föl Sándor egy részt, hogy kiöntöm szellemedet a te magodra, áldásaidat csemetédre, és azok növekednek, mint tűk között fűszek folyásinál. És ott éreztem, hogy fú, hát ez aztán tényleg akkor az lesz. És utána ez volt az ige, amire nagyon ráálltam. Tehát csak ez, hogy igével mindig ezt, amikor a nehézség, vagy az a rossz érzés, vagy az a gyomor összeugrás fölül kerekedett rajtam, és aztán hát nem lett törpenővés. Igen, ezt tanúsítjuk. Igen, csak most már mondták, mert ugye elmeséltük nekik is, ahogy így nagyobbak lettek, hogy jó, de most már akkor ezt az igét, ha lehetne, mert olyan magasak, hogy inkább akkor írjuk át valahogy, és akkor most úgy szoktuk, hogy növekednek szellemben. Most jön ez a része. Jó. Ez nekem mindenképpen nagyon megerősítő volt. Én azóta is, akár ki jön hozzánk tanácsért, vagy egyebek, mindig mondom, hogy az igét kell kigyűjteni, az igéket különböző életszakaszokra, mert az megcselekszi, amiért kiküldjük. Azzal kapcsolatban mondtad, hogy nem kizárólag egy bizonyos dologra szóló igéket mondasz, mondtál, vagy a könyv is ilyeneket tartalmaz. Ezzel kapcsolatban tett eszembe, hogy mondtad, hogy minden ige, nagyon sok igével lehet imádkozni, és be tudja helyettesíteni. Nagyon jó példák vannak, egy mindjárt fejezet végén van egy ima, mint a... Egyébként itt jegyzem meg, hogy úgy olvastam a könyvet, hogy már abstart behelyettesítettem a lányaim egyikét, mindig is úgy mondtam, tehát amikor most, hogy olvastam is. De én pont ezt hallottam egy pásztortól egyszer, hogy egy gyógyulásról szóló igét várt egy istentiszteleten, és egyszer nem jött az az igen, de Uram, hát legalább egy igét nekem, egy gyógyulása, és nem jött semmi. És a végén, az istentisztelet végén arra lett figyelmes, hogy az a bizonyos tünet és probléma, ami nála volt, az elmúlt. Uh-huh. És azt mondta, hogy akkor azt értette meg, hogy Istennek minden igéje gyógyít. Tehát, hogy nem csak a gyógyulásról szóló igék, hanem minden gyógyít, csak meg kell ennünk, el kell fogyasztanunk, és be kell építenünk oda, ahova éppen kell. Egyébként ez egy fantasztikus, már ugye valóban a címbe is, lehet, hogy ezért is fontos róla beszélni, hogy ki is nyissuk, mert mindenkiben vannak azért így
képek arról, hogy mondjuk egy ilyen szép kis kertajtós könyvecske, akkor ez kinek a lelki világához illik, hát ezek nyilván olyan fajta képek, amiket le lehet, át lehet lépni ezen. Át lehet nézni azon a kis kertkapun, és akkor tényleg abban az Isten igéjével imádkozni a gyerekeinkért, amit azt mondta Dori, ez már 30 éve megíródott ez a könyv. Így van, én azt olvastam, hogy 30 éve íródott, és az a 20. kiadás, tehát újított jubileumi kiadás a hölgynek, és 40 éve foglalkozik ilyen mélységeivel az igének, hogy ő többedik generáció, tehát már az ő édesanyja is így nevelte őt, hogy a garázs ajtóra ki volt függesztve 30 ige, amit minden áldott reggel, mielőtt beültek a kocsiból, így közösen elmondtak, és akkor így indította útnak a gyermeket az iskolába, és ő is ugyanezt csinálja az ő gyermekeivel, vagy csinálta, mert már nagy gyerekei vannak a hölgynek, hogy az igét az kiskoruk óta megvallását tette, de nem csak ő, hanem hogy a gyerekekkel együtt, tehát gyakorlatilag tanította nekik az igét, és akkor a különböző helyzetekben az igékkel állnak meg két lábon. Gyuri, téged végül is mi fogott meg? Tehát egy férfi, amikor levesz egy ilyen könyvet, először átlapozod, bizonyos fejezetcímekre lézel rá, vagy hogy kezdesz hozzá? Hát nálam az volt, hogy én nem vettem volna le csak úgy ezt a polcról, pontosan emiatt, hogy a borító is, és arra gondoltam, hogy ez valóban anyukáknak való. Majd a Marian elolvassa. Igen, majd ő is, majd ő elmondja, hogy milyen, vagy valakitől majd meghallom, de ez volt az első, mert ugye a családfőnek ugye kötelessége, és hát egy krisztusi embernek a gyermekei és a egész családjáért fizikai, lelki és szellemi állapotukért imádkozni, mert ebben egy felelősséget hordozunk, mi családapák, és így ugye az ember azt gondolja, hogy már mindent megtesz, amit megtehet, igei alapon is. Őt már nem kell tanítani még többre? Hát nem mondanám ezt, de mondom, akkor döbbentem meg, amikor láttam, hogy mennyire konkrétan imádkozik ez a hölgy, és ahogyan a Dori is elmondta az előbb ezt a csodálatos bizonyságot, ez egy nagy szabadulás, tehát ezeket én nem szeretem így, hogy mondjam, ilyen természetesnek venni, vagy átlapozni, mert ez egy csoda. Mi is átértünk egy hasonlót, ami egyik gyerekünkkel, aki erre egy nagyon súlyos betegséget állapítottak meg születésekor, és ugyanezt értük át, ahogy a Dori elmondta szinte, és ugyanígy mi is kaptunk erre egy igét egy vidéki szolgálat során, egyszer csak, hogy kijelentést kaptunk arról, hogy nem csak a bűneinket bocsátja meg az Úr, hanem minden betegségünket is, és valahogy abban a pillanatban éreztük azt, hogy ez a gyerek meggyógyult, pedig tőlünk 150 kilométerrel volt Budapesten, és mikor vittük már kontrollra, akkor kiderült, hogy meggyógyult a gyerek, és nem az lett, amit az orvosok mondtak egészen addig, és ez nagyon nagy szabadulásnak éli meg a szülő, nyilván a gyerek is, persze, aki meggyógyult, de ő ma a legelevenebb gyerekünk, és visszatérve ahhoz, hogy ez a dolgunk, hogy imádkozzunk, hogy harcoljunk, küzdjünk a gyerekeink életért, mert van azért ellenség is, és ebben a könyvben van egy nagyon jó rész, pont az egészség, ha már ezt a témát ütöttük fel így elsőnek, bár sorrendben az üdvösség, a könyvben is a tematikailag az üdvösség, a gyerekeink örök élete a legfontosabb, amilyen mellett és ebben együtt, de ha már az egészségnél kezdtük, akkor szerintem minden szülő, tehát hogyha nincsen egészség, ha betegség van, akkor nyugtalan emiatt is szeretné, hogy ez megoldódjon, és kit hívhatnánk segítségül mi, nyilván orvosok és gyógyszerek, és az orvostudományt is beleszámítva, de Istent. Tehát ez a vele való beszélgetésünk, a vele való imáinknak pont egy fajtáját gyűjtötte össze a szerző, ahogy ő Isten igéből ezeket összebányázta a hétköznap életéből. Szerintem ettől ragyogó ez a gyűjtemény, hogy tényleg, egyszer helyen nem említették is itt, hogy valaki a éjjeli szekrényén tartja, és abból folyamatosan az élethelyzeteknek megfelelően használja a könyvben összegyűjtött igét. Most, ahogy a Dóri mondta, hogy ő is gyűjtögette, és persze, hogy gyűjtjük, és figyeljük, hogy melyik ige az, amely még működik, még hogyha azt mondjuk, hogy mindegyik is működik, mert élő és ható valóban, de hogy arra a helyzet, hogy hogyan törik át, ezt ugye a tapasztalataink mutatják, és nagyon sokat tudnék én is egyébként ilyen példákat mondani a gyerekekkel kapcsolatban, hogy hogyan gyógyultak meg. Úgyhogy ők maguk is megvallották az Isten igéjét, és nekem ez mindig nagyon jó hallgatni. Azért volt jó, hogy a Dóritól is hallottuk az előbb, hogy ilyen működik és valóságos.
Attila, neked van kedvenc történeted benne? Mert akkor valóban azokhoz is szeretnénk szólni, akik mondjuk a borító alapján ítélik meg, mert ez rendben van, hogy egy borítónak nagyon figyelemfelhívónak kell lenni, csak nekünk olvasói oldalról is ismerni kell magunkat, hogy vajon mi az, ami akadályozhat engem abban, hogy valami eljusson hozzám. Gyuri említette az előbb, hogy azzal kezdődik a könyv tematikailag, hogy imádkozunk a gyerekünknek az üdvösségéért természetesen, és aztán vannak különböző imatémák. Nekem van az a részem, amikor mondja a szerző, hogy imádkozunk azért, hogy a gyermekünk is hitvalló keresztény legyen, hogy megvallja az Isten igéjét, és akár hirdesse is Isten igéjét a maga képességeihez mérten. És van egy nagyon csodálatos kis történet, amikor a kisfiú emlékeztek rá a barátjának ír egy kis levelet. Igen. És az a kis levélke az eljut hozzá, de a kisfiú nem tud a betűkkel úgy bánni, ahogy kellene, és megkéri a tanárnőjét, hogy hadd olvassa föl neki kettesben, négy szem közt a fa alatt kint a parkban, és felolvassa nekik, hogy mi ez, és kvázi egy megtérő imába vezeti be a barátját. Ez egy fantasztikus pillanat, engem nagyon megérintett. De ér lesz spoilerezni a könyvet? Parancsolsz? Spoilerezni? Igen, szabad. Igen, okay. Szabad. Abszolút. Csak érdeklődök, hogy mit szabad. Mert akkor te is készülsz. Csak kérem, hogy tisztázzuk a szabályokat. Nem beszéltünk össze. Igen. Gyurikám, már is teheted, a zöld lámpát kaptál. Nem azért, csak hogy hallgattam, hogy ezt felolvastad. De csak ennyiben megengeditek, hogy az üdvösség kapcsán hozzáfűzzek egy gondolatot, hogy ahhoz, hogy ugye üdvözlőjünk, hogy megszabaduljunk egyrészt ennek a gonosz világnak a elejétől és Isten haragjától is, hogy örök életet nyerjünk, az ugye egyrészt hitre kell jutnunk, mert így van felépítve a könyvben is a tematika, hogy az üdvösség, tehát az üdvösség pedig hitáltal van, és utána, hogy hitvalló keresztény legyen az, hitre kell, hogy jussanak a gyerekeink, és ez nagyon jó példák vannak benne, hogy erre, mert látom, hogy a felsorolt imákban is, hogy hogyan látjuk a gyerekeinken már picikorban, hogy hogyan jutnak hitre, de hogy ebben hogyan tudunk mi beszállni, mert mi értünk is imádkoztak, hogy őrtük is a gyerekeinkért való. Én azt szerintem ez a legfontosabb egy szülőnek, vagy nem gondoljátok, hogy... Igen, és lehet, hogy ezt talán nem lehet eléggé nyomatékosítani, igen. Mert biztos van ebben egyfajta... Istenre való ráhagyatkozás, hogy ha már megszülettek, akkor biztos gondot visel róluk, és ez igaz is. De talán ettől még egy előbbre való lépés az, vagy előbbre lépés az, amikor fölvállalom azt a felelősséget, hogy valóban azt az igét én szülőként alkalmazzam rá, és ha már ti itt az üdvösségről beszéltetek meg a gyereknek a hitvalló keresztényé válásától, ezt egy szülőnek is tisztázni kell magába idejekorán, hogy én ezt akarom, és nem csak azt akarom, hogy jól boldoguljon az életben, hanem azt szeretném, hogy hitvalló keresztényként boldoguljon, igen, jól az életben, és akkor mindjárt a szülőnek a szíve is jó értelemben Isten előtt lelepleződik, hogy nekem mi a célom, hogyan szeretném azt, amit ajándékként kaptam szemét Istentől, azt én hogyan tudom támogatni. Gyuri, nyugodtan. Mondhatom, igen, tehát igaziból az, hogy amikor az igével imádkozunk, szerintem az ad egy biztonságérzetet az embernek, hogy akkor ez az ige, vagy ez az ima megvan hallgatva. Tehát, hogy jön a nehézség, de mégis valahogy, de hát annyiszor elmondtam ezt az igét, én hiszem azt, hogy ez az ige működik, és valahogy nem tudja az embert annyira lerombolni talán a nehézség, vagy úgy maga alá temetni. És ahogy a hölgy is mondja a könyvében, hogy például amikor serdülő korba léptek, és elkezdtek lázadozni a gyermekei, tehát hogy akkor ő, a gyermeknek a személyisége erősödött egyre jobban, amitől ő a falra mászott. Neki meg az ima élete még jobban megerősödött. Tehát én kölcsönösen hallottam. És akkor mindenki megfelelő irányba fejlődött, mert a gyerek személyiségének kell erősödni. Így van. De mi ima életünknek is. De azért a nehézség, ami volt, mert úgy írta le, talán nem részletezte annyira, de azért lejött nagyjából, hogy biztos nem volt könnyű időszak, az mégis erős volt abban, hogy akkor is ő hisz abban, hogy amit ő folyamatosan imádkozik kicsikora óta a gyermeknek, az működik. De ugyanígy imádkozott, például ahogy írja, minden tavasz közelettével elkezdtek imádkozni a jövő tanévben a tanárokért, hogy kik lesznek
a gyermek tanárai, tehát állami iskolába jártak, gondolom, hogy nem keresztény iskolába, hanem világi közegbe, és hogy nagyon sokszor volt olyan, hogy így éveleje volt, és jöttek a tanárok, hogy akkor kik lesznek, és ők meg voltak döbbenve, hogy jaj, hát a másik sokkal jobb lett volna, meg erősebb tanár, meg jobb tanár, és de hát ezért imádkoztunk, és aztán így átadták ezt így hitben, hogy de akkor biztos, hogy ez a legjobb, és utólag mindig rájöttek arra, hogy abban az évben nem az volt a legfontosabb, hogy a legjobb matematika tanárt kapja, hanem mondjuk a gyereknek érzelmi hullámvölgyei voltak, és ez a tanár viszont érzelmileg tudta nagyon támogatni ebben az időszakban. Tehát az, hogy amikor imádkozik is valamiért az igével, az biztos hat, vagy biztos fölmegy, biztos meghallgatja az Úr, mert az az ige maga, és akkor, ha jön a nehézség, akkor nem meg inog, hanem jó, Rál akkor arra, ez lesz a legjobb, mert minden a jobbunkra van. Tehát igen, ez is nagyon tetszett nekem például ebben a könyvben. Amit említettél, hogy igével imádkozni, és hogy mennyire jó ez, ott említi a könyv, amikor a szellemi védelemről beszél, a gyermek igen. szellemi védelméről, ott mondja nagyon egyszerűen kifejező mondatban elmondja, hogy nem az erőnktől, nem a képességeinktől, az intellektusunktól, hanem az Isten igétől távozik el a rossz a gyermekről. És éppen ez is azt igazolja tényleg, hogy a legjobb, hogyha az ember imája az tele van igével. Igen. Meg hát mindannyiótoknak, talán nekem van a legkevesebb gyermekem itt közülünk. Jó, igen, ez tényleg, ez nagyszerű, hogy ilyen csodálatos. Igen. Viszont talán ezt mindenkinek be kell magának ismerni, hogy igen, a gyermekek, akik nagyon-nagy örömet okoznak, de vannak bizonyos pontok, amikor óriási nehézségek támadnak ebből, hogy az igére támaszkodva, akkor talán nem az jut az embernek eszébe, hogy hát elvárhatom tőlük, hogy azért ők is tényleg ne nehezítsék az életemet, hanem hogy ezt be kell kalkulálni, hogy a gyerekeink az küzdelem, egy küzdő tér, és csak akkor nyerjük meg, nem mondhatom azt, hogy hát de te már x-edik generációs vagy, neked már dolgod az, hogy ezt jól csináld. Nem, Gyuri? Mert gondolom, ezt családfőként talán még jobban átéli az ember ezt a felelősséget, hogy minden egyes generációnak újra meg kell küzdeni ezért. Tehát amit mondani is szoktak, hogy Istennek nincsenek unokái, hanem csak gyermekei vannak. Hát igen, és hogyha tényleg az ember, amikor mondjuk hittel imádkozik a gyermekei engedelmességért, úgy Istennek, mint szülőknek, és már leginkább ebbe vagyunk érintettek, hogy nekünk engedelmesek, például ezt én nem mindig tudom már átvenni hitben, amikor látom, hogy teljesen engedetlenek, akkor nem baj, majd a imakamrámba, majd ha visszatérek, és akkor milyen jól fogok. Tehát ez a helyzetben minden nap, amikor az embernek égnek áll a haja az engedetlenségtől például, és legyünk őszinték, a gyereknevelésnek vannak ilyen égnek álló hajuk pillanatai is, vagy a pillanat, sok pillanat együtt, akkor az ember, ahogy inkább az Istennel való ez a fantasztikus harmónia, amiben az ember él, hogy amikor nem imádkozik, akkor is imádkozik, hogy az rendben lesz az, és hogy látjuk a gyermekeinken azt, hogy hát kb. A mi óembereink, tehát ahogy mi ilyenek voltunk, és hogy nekik is szükségük van egy új természetre, de mindezt valahogy olyan úgy elviselni, úgy elhordozni, hogy teljes reménységbe látni őket, akár mondom, hangsúlyom még egyszer az üdvösségüket is, és akár az életükben, hogy milyen emberekké fognak válni, hogy ezt nem túl izgulni, túl idegeskedni, hanem de van egy, ahogy a Dóri mondta, hogy az Isten meghallgat minket ezért, az igék, ezek megcselekszik, amiért kiküldetnek, de önmagában a gyereknevelést így az ima nem tudja helyettesíteni szerintem, bár mégis kell, hogy adjon a nevelésbe is kell, hogy az ige működjön. Valahogy így szeretném ezt összefoglalni. Biztosan gyakorló szülőként, Dóri, ehhez többet tudsz hozzátenni. Mindenki azt hiszi, hogy a másik többet tud hozzátenni, nem? Én nagyon gyakorlott vagyok, igen. Gyuri meg pragmatikusan próbálta meg közelzen dolgot. Nem, hát abszolút egyetértek azzal, hogy tényleg nem minden pillanat a legfényesebb, tehát ez az égnek áll a hajam, ezt én is szoktam mondani néha gyerekeknek, hogy tehát előfordul nyilván az ilyen, mi még a tinédzserkornak csak a legelején vagyunk állítólag, néha én úgy élem meg, hogy már a közepén. Tehát, de vannak szépségek, és tényleg ez egy dolog, hogy mondjuk a gyermekeink ismerik az Urat, vagy szóval, hogy hisznek benne, de az, hogy el is kötelezzik magukat Isten mellett, vagy hogy ők átadják az életüket
Jézusnak, és ők úgy akarnak élni, tehát az még mindig egy más következő lépés, tehát mindegyik ők kiment tényleg megtérni, nem tudom, 5-6 éves, 7 éves korukba, mikor melyik, de az, tehát most nem azt mondom, hogy ennek nem látom a gyümölcseit, de nagyjából mégis ezt kell, hogy mondjam, hogy nem mindig látni ennek annyira a gyümölcseit. Sokszor az, hogy tényleg az az életmód, amit mi folytatunk, inkább annak vannak gyümölcsei, meg ahogy neveljük őket. Tehát, hogy de néha még ennek se látom, szóval hogy őszinte legyek, mert néha teljesen más csinál, mint amit otthon mi mondunk, vagy elvárunk, és aztán halljuk, hogy mi történik, és így nézünk nagyokat, hogy hát ez most honnan sikerült így összeszedni, de a lényeg az, hogy az egy másik kérdés viszont, hogy tényleg az üdvösségre is, és ehhez viszont nagyban hozzájárul az, hogy imádkozunk értük, hogy majd a maga idejében tényleg ő elhatározza azt, hogy ő így akar élni, és ezen az úton akar járni, amin mi, és hát nagyon bízunk, én még csak ott tartok, hogy nagyon bízok benne, hogy ez meg is lesz, és jó gyümölcsei lesznek, és produktív, szép családokat hoznak létre ők maguk is, és aztán pedig hasznosak lesznek. Talán ezek a könyvek, meg főleg ami így az igével foglalkozik, erre világít rá pontosan, hogy ennek megvan az a fajta küzdelme, hogy nem elvárásokat támasztunk a gyerek fel, hogy ő már most hozza a gyümölcsét annak, hogy én megtértem valaha. Igen. És neki is legyen kifutása, hiszen 5-6-7, akárhány éves korában, 10-15 éves korában, amikor elmondja ezt az imát, az azt jelenti, hogy ő odafordul Isten felé. De hát mi is odafordultunk, igen, és nekünk is évekbe telt, amíg szót értett velünk Isten úgy igazán. Tehát ez nem fölösleges, de nem is várhatjuk az azonnali gyümölcsöt. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy talán ennek a küzdelmére hívja föl Isten a figyelmet, hogy ne szálljunk ki ebből, és ne legyenek csak elvárásaink, hanem befektetéseink is legyenek. Mert akkor tud ebből valami a végére kisülni, és a vége még nagyon messze van mindegyikünknek. Hát különösen, akinek kis gyermekei vannak, azoknak óriási perspektíva előttük még, tehát olyan értelemben, hogy sok-sok öröm, meg sok-sok harc. Igen. Mi meg úgy vagyunk, Kati, hogy csak a szépre emlékezünk, nem? Tehát, hogy persze voltak nekünk is. De egyébként ezt higgyétek el, ez tényleg így van, tehát én őszintén tudom azt mondani, hogy nekem jó volt. Aztán, ha közbe kérdeztetek volna, de szerencsére nem kérdeztetek, akkor lehet, hogy más mondok, de most tényleg így emlékszem, de azt viszont nem mondom, hogy vége van. És talán a szerző sem mondja azt, hogy van egy kór, amit kezdve, aztán te már kiszállhatsz a buliból. Igen. Így van, sőt, írja is, bár itt ez csak így hátul a könyv hátulján, hogy van olyan könyve is, ami a tínédzser korra vonatkozik, és a felnőtt gyermekekre, hát ez most így kicsit ilyen különleges kifejezés, de tehát, hogy azokra, mert hogy a szülőnek mégis mindig szülő marad, tehát akár mekkorák is a gyerekei, az a fajta felelősség, meg aztán az unokák, gondolom meg én. Nem is csak a felelősség, a szeretet. Igen, a féltés, igen. Az, hogy jól legyen a sorsa, tehát az a fajta szeretet, az nem szűnik meg, de viszont gondolom én, hogyha az ember Isten igéjével imádkozik, akkor az nem lesz soha olyan illegális behatás a gyerekek életére, és ez is egy és viszont támogatásnak nagyon erős. Biztos nagyon örülnek neki. Nekem egy szabad egy megjegyzés, egy közbevetés, hogy arra is szerintem nagyon fontos ebben a könyvben, ahogy rávilágít a szerző, hogy nagyon sok szülő, akár hívő szülő is ilyen kétségbe esetten imádkozik, mert a helyzet sokszor kétségbejtő a gyerekeivel kapcsolatosan. És pásztorlási tapasztalatban is mondom, hogy nagyon sokan hogy az elkeseredésüket vallják meg Istennek, és hogyha az Isten itt az alcímben jelzi is, hogy hogyan imádkozunk Isten akarata szerint, és hogyha az Isten akaratát ismerjük a gyermekeinkre nézve is, és ezeket, ahogy itt a könyvben össze lett gyűjtve, így vallja meg az ember, akkor vagy azok a kétségbeesések, azok a frusztrált imák valahogy megszűnnek az ember életében, hogy ne is úgy menjen, persze, ahogy mondtam az előbb, hogy az intim viszony Istennel az egy beszélgetés, de még az igével is, tehát az Isten akarata, az ő igéje, az ő akarata, így, de szerintem nagyon tanít ez a könyv is arra, hogy ne kétségbeesve éljünk a gyermekek miatt, mert nagyon sok szülő van, hogy tehát az üdvösségét félti a gyermek, nem, ez a legnagyobb, tehát borzasztó belegondolj, hogy nehogy elveszten örökre az a gyerek, aki éppen abban a pillanatban nem úgy áll, most tinédzserekről, vagy akár felnőttekről beszélek, nekünk is van tinédzser, meg felnőtt gyerekünk is, és
velük is látjuk, hogy Isten ad, az ő akarata szerint benne van, hogy is vannak ígéreteink. Ezeket az ember megvaj, abba öröm van. Az egyik ígéret volt nekem Istentől, amikor megtérésem elején volt, érdekes, a Szentlélekre utal egyébként az ige, tehát a Szentlélek kiáradásáról beszél, de mégis az abcsában azt mondja, hogy mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, igen, akiket elhív magának az Úram Istenünk, és nekem az egyik igén volt, azon a kirkáltam, annak innen gyakorta volt, szokás, igen, volt, emlékszel, kirkáltuk a lakásba, képkeretbe szépen, és ezt minden nap néztem, és az én lányom is hasonlóképp, mint hogy ti is mondtátok, Dóri és Gyuri, hogy beteg volt a gyerek, nekem is volt a lányomnál egy olyan betegség, ami nagyon súlyos volt, és azt mondták, hogy akkor nincs is rá megoldás, és én ezt néztem minden nap. Tehát ez annyira megerősített akkor, hogy aztán végül is dicsőség az Úrnak, ez sikerrel is jártunk ebben a igen, hitben. És ebben az igében benne van az is, hogy Istennek akarata az, hogy miénk az ígéret, és a fiainkért, és mindegyik, akik utánuk következnek. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy talán még ebbe szoktak így szülők elgondolkozni, hogy jó, de a mi időnkben úgy könnyebb volt megtérni ő nekik, meg ugye második generációsként nem tapasztalnak olyanokat, nincs miből úgymond megtérni. Tehát, hogy ez Isten nem így gondolkodik erről, hanem arról gondolkodik, hogy nekünk ezt így tovább kell tudni adni, és ő nem áll le csak azért, mert megváltoztak a körülmények, és hogy ilyen szakadásokat hozna létre, hanem ő egy ilyen egybefüggő generációban. Ez bátorító. Mindenképpen. Ráadásul szerintem az egyre jobban elmondható, hogy a mostani második generáció, vagy most már nem tudom hányadik, tehát igen, hogy sem olyan, hogy nincs miből megtérni, sajnos. Igen, ez szóval, is egy illúzió, korsz, igen. Ez egy ilyen korszak, amiben élünk. De mindig van miből, mert ugye ott van az az ige, hogy mindenki szűkölködik Isten dicsőségénél. Visszatérve még a Gyuri mondataira, hogy valóban ez a kétségbe esett ima, ráadásul az egy picit szerintem olyan is, hogy ha ilyen állapotban az ember imádkozik is, sokszor nem kerül ettől jobb helyzetbe, tehát nem lesz jobb az állapota, hanem inkább még jobban magára húzza azt a visszaslepedőt, és nem biztos, hogy lelkileg, vagy úgy egyébként úgy hitel fölé tud kerekedni a problémának, és akkor is nagyon jó az igével imádkozni, illetve még így a könyv elején is írja, hogy sokaknak meg annyi ugye az ima a gyerekekért, hogy Uram áld meg add, hogy sikeres legyen, meg őrizd meg, és ámen, vagy nem tudom körülbelül, mert egy kicsit ki is tud üresedni az imádkozás, uh-huh, hogyha úgy éppen nincsen semmi akció, ami úgy fölrázza, de vagy fáradt az anyuka, vagy akármi, vagy a szülők, de hogy ez a könyv pont ezért is nagyon jó, hogy írtóra meg tudja újítani az embernek az imához való hozzáállását, és úgy kedvet kap, hogy fú, azt a most itt mik fognak történni, mert én itt van, akkor mindent elkezdek itt imádkozni ezekkel az igékkel, akkor itt most minden megváltozik. Reménységet ad. Tehát az ajánlásban is van egy olyan, hogy ha a gyerekneveléssel kapcsolatosan egyetlen könyvet kellene, vagy lenne, amit elolvasott volna, akkor ha ez az egyetlen egy, akkor is úgy érzi, hogy megvan, mert úgy olvassa az ember, hogy egyből egy reménység is lesz benne, mert nem azt írja le így a gyerekneveléssel kapcsolatosan, hogy ezt csináld, és akkor úgy, vagy ezt ne, és akkor, vagy szóval nem ilyen ötleteket, igen, ad, hanem konkrétan az ígére alapoz. És az élet az abból származik. Így van, így van. Nagyon reménység keltő mindenképpen, uh-huh, hogy olvas az ember. Az nagyon kell, gondolom, a gyerekneveléshez. Hiszen ott van a mi felelősségünkre egészen magatehetetlen picike kora óta, sőt, akár már magzatkora óta, és az nagyon kell a reménység, hogy ez szépen kinő, és szépen a maga útján fog haladni, és megtalálja az elhívását, és megtalálja a hozzáillő párt, és utána a megfelelő hely. Tehát, hogy szinte fel se tudnám sorolni, hogy mennyi mindenen múlik az, hogy egy ember élete végső soron sikeres lesz, hiszen az igében is úgy van, hogy az életük végét kell nézni, az meg ugye hála Istennek mindenkinek jó távoli, de addig azt ki kell tölteni, így nagyon van, tartalmasan. De és ez fejezetenként külön veszi valóban, ahogy a Gyuri is mondta, az üdvösséget, akkor a találkozást az Úrral, barátokat, iskola, szülőkkel való kapcsolat, tanárokkal, minden az égvilágon tényleg akkor a elektronikai eszközökkel való kapcsolatot, nem tudom felsorolni pontosan, de hogy úgy érzem, nincs olyan terület, amit ne érintett volna, és nagyon-nagyon bőven úgy kitálalja, és a saját gyengeségeit is elmondja a szerző, tehát nem úgy ír, hogy ő itt a tökéletes, hanem inkább sokszor magát
magáról a negatív példát hozza, és ellenben a barátnője milyen jól csinálta. És ez is olyan szimpatikus volt például, amikor leírja, hogy el nem tudta képzelni azt, hogy hogy lehet 5 éven keresztül azon vitatkozni minden áldott reggel, hogy ki hova üljön a kocsiba. Tehát én akkor nevettem, amikor ez a részletet. Igen. Tehát van ilyen? Van elég volt. Az, hogy ki hova ül, tényleg ez egy minden reggeli indító. Tehát az ember egy idő után megpróbál ezzel nem foglalkozni, és akkor veszekedjenek, vagy gond, nem tudom, tehát kifér oda előbb, kiöltözik fel előbb, az ülhet elő. Tehát, hogy vannak ilyen trükkök. Van, de hogy már nem hat meg. Bele, nem? Igen, így van, így van. És hogy vannak. Vannak. Gyuri, most elmondhatod, ami publikus. Én csak ennyit mondtam, hogy vannak. De ugye a lényeg, gondolom családfőként is, hogy az ember ebben ne fáradjon bele, és ne mondja azt, most sajnos már nem tudjuk azt elmondani, hogy a férjek vagy a férfiak hagyják ott a családjukat, mert ma már ez előfordul a nőkkel, anyákkal is, tehát nagyon meg kell abba erősödni, hogy ez egy életen áttartó küzdelemre kötelezzük el magunkat, és nem szabad belefáradni, egyetlen egy ponton se elfáradni, az lehet. Igen, nem szabad belefáradni, de én beleszoktam. Vagy hogy mondjam. Nem, ha belefáradtál volna, az egy végleges állapot, én arra ne, gondoltam. Hát, ja, értem, nem. Elfárad az. Az van. Akkor bevallja, hogy gyengeség van bennem, mert elgyengezd. Tehát igenis, hogy van, hogy sokkal nagyobb, hogy már bocsánat, a könyvre még egy, hagyd mondjak már valamit, hogy az üdvösséggel kezdi az első fejezet, és úgy utána mindegyik fejezet, ami az üdvösséget veszélyezteti, ha jobban megfigyelitek. Uh-huh. És az összes imák arra mennek, hogy az a gyerek az be tudjon futni a célba velem együtt, és amíg én ezen tüsténkedik, és ezeket az éjéket vallom, meg úgy az emberre, és ez segít is megfrissülni, és talán még a fáradtság ellen is, hogyha ilyen üdén tud az ember élni, akkor frissíti őt az ige mindig. Tehát ebbe mi is így igyekszünk mindig erőt venni, meg megfrissülni, és én is elhatároztam ezt a könyvet, ma oda is tettem a feleségemnek, hogy ő is majd nézzem. Hogy akkor ez már egy közös küzdelem legyen. Én azt gondolom, eddig is hogy... az volt. Igen, hát hogy mindegy, ez minden a közös nevezőt erősíti igazából, amikor újra meg megegyezünk dolgokba. Igazából Isten igéje valóban egyszerűen kimeríthetetlen ebből a szempontból, és hogy nagyon fontos az, hogy így a mindennapi életünkben meg azt a realitást, hogy igen, szükségünk van megfrissülésre, megújulásra, de azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy bedobjuk a törül között végleg. Tehát a belefáradást is úgy értettem, hogy amikor valaki feladja, és nyilván ez nem opció semmilyen körülmények között, de igenis előfordulhat, hogy szükségünk van megfrissülésre, és ez mindenkivel előfordul. És ez szerintem ez valahogy így a realitások talajára helyez az embert, hogy senki nem mondja azt, hogy a másiknak könnyű, mert senkinek se könnyű, de viszont szép megküzdeni ezért, mert hát ott lesznek. Milyen jó, hogy vannak éjszakák, amikor az ember megpihen, erőt gyűjt, és amikor kezdődik másnap, már erővel és frissességgel ébred az ember. Ez már benne van a természetben is. Igen. A rabszolgáknál is, hogy milyen jó, hogy éjszaka tudtak legalább pihenni, akkor se bántott őket senki. Egyébként a megfrissülés... Nem valami analógia volt, igaz? Nem arra gondoltam. Merjük remélni. Nem arra gondoltam, hogy mi azokat. Hogy a megfrissüléssel kapcsolatban, hogy az ige megfrissít is van. Ugye ez mióta a kezünkben van ez a könyv, mi is sokkal tudatosabban a gyerekekkel is mondatjuk, és a kisebbek nagyon fogékonyak rá, hogy esténként most így a lefekvés előttre tettük ezeket a pillanatokat. Nem annyira a mese van, ugye kisebb korban még a meseolvasás és egyebek, hanem akkor na, imádkozunk, és együtt az igét így mondjuk el. Most már nagyon sok igét tudnak így, olyan aranyosak, mert tényleg pillanatok alatt, tehát egy-egy ige szakaszt így néhány nap alatt memorizálnak, és aztán ott olyan aranyos, mint a szavalóversenyen mondják. Mert nekik is reménységet ad. Így van, rendületesen a 23-as Zsoltárt, az ároni áldást, és aztán úgy szerette Isten a világot, és így elmondja, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, és aztán így mondja, és én nem is vagyok álmos. Aztán a végén az a vége, hogy aztán jót alszik persze, mert hogy aztán lefekvéleg ott áll. Aztán szóval sok több mindent így elővettünk már, de hogy gyakorlatilag amíg fölnőnek, meg amíg erre fogékonyak, hát tényleg tömködhetjük beléjük az igét, és az
egy mag, ami ott van, tehát bízunk abban, hogy... És olyan mag, ami nőni. Hát így nőni van, szeret. Így van, tehát az úgy életre kell. Tehát én szerintem is az olyan, hogy ha bekerül, akkor az ott nem elhal, hanem végzi a dolgát. Így van. Amikor is mondják az igét, és nem akarnak elődni, akkor jön elő az ige, ugye, hogy békeségben fekszem, és legott elalszom. Úgyhogy mindenre van megoldás, ebben is látszik. Az a helyzet, hogy abban reménykedünk, hogy a hallgatók is érzékelik azt, hogy ez kimeríthetetlen, és most már lesz kedvük leemelni a porcról, hogy ezt egy kicsit segítségül tudják hívni ezeket az igéket konkrétan, mert valaki elvégezte helyettünk azt a feladatot, hogy ezeket tematikusan fejezetre összegyűjtötte, ez egy óriási segítség. Mi itt biztos, hogy nagyon sokáig tudnánk folytatni ezt a beszélgetést, de nem szeretnénk visszaélni a hallgatók idejével. Megköszönöm a vendégeinknek, Tóth Dórinak és Árközi Gyurinak, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm Attila neked is a beszélgetést. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon köszönöm is a Dórinak és a Gyurinak a jelenlétüket, és Isten áldjon meg benteket továbbra is ezen a mezőn. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük.